Sziasztok, Tóth Roland vagyok. Most egy picit az elektro smogról szeretnék nektek beszélni, valamint az ESP-s térről. Nem lesz egy túl hosszú videó előre, is leszögezném. Szóval az elektro smog, mit nevezünk elektro smognak egyáltalán? Tényleg káros minden esetben? Szóval az elektro smognak azt nevezzük, hogyha valamilyen eszközt bekapcsolunk, ami elektromosan működik, és van valamilyen elektromos vagy elektromágneses kisugárzása, ezt nevezzük elektro smognak, attól smog, hogy több eszköz körülvesz minket, és ezek különböző sugárzásokat bocsájtanak ki, különböző mértékben, és ezeknek a keverékét lehet esetleg elektro smognak nevezni. Na most az utóbbi időben nagyon elharapódzott az a téma, vagy tendencia, hogy elég sokan, hogy is mondjam, erről a témáról beszéltek, és egyfajta pánikot okoztak a lakosság körében, hogy ez mennyire káros és milyen brutális problémák lehetnek belőle. Ezt felismerve pedig rengeteg sok gyártó nekiállt különböző eszközöket, krémeket és egyéb hókuszpókuszokat gyártani az elektro smog kivédése érdekében. Na most ugye elmondtam, hogy mi az az elektro smog, tehát hogy nagyon egyszerűen felfogható, hogy ez hogyan működik. Hogyan lehet kivédeni az elektroszmogot? Egyáltalán kell-e minden esetben kivédeni az elektroszmogot? Az elektroszmog kivédésére nagyjából egy lehetőség van, egy nagyon erős Faraday kalitka. Nyilván a nézők között rengetegen voltak, vagy voltatok középiskolások, ott lehetett tanulni a Faraday kalitkáról. Ez egy igazából fémháló, vagy fémlap, annak a belsejébe pedig nem hatol be a normális, hagyományosnak mondható elektromos és elektromágneses sugárzás sem, bár ez nem teljesen igaz, mert az elektromos sugárzás az bejuthat. Hát ugye rezonanciákról van szó, tehát akkor be tud jutni elméletileg, gyakorlatilag is. Most ezt hagyjuk, tehát hogy Faraday nagyon erős szigeteléssel, mondjuk azt, hogy nagyon erős szigeteléssel kivédhető az elektro-smog sugárzás nagyjából 100%-os eséllyel. A készülék gyártójával napi kapcsolatban állok, ők pedig a Galjev intézettel, és feltettem nekik a kérdést, hogy van-e bármilyen védelmi megoldásuk elektro-smog esetén, és azt a választ kaptam, hogy nem, de azért nem, mert hát ugye az oroszok is ott voltak az űrben, és ezek a gyártók, ezek az emberek kapcsolatban állnak a többi, hát mondjuk az, hogy gyárral, akik az űrhajókra gyártották a különböző eszközöket, és a lényeg az, hogy kipróbálták, hogy mi van akkor, hogyha semmilyen elektromágneses mezőgenerátort nem raknak fel az űrhajóra, tehát hogy egy nagyon erősen szigetelt, igazából bádog dobozba fellövik az embereket, vagy átmennek egy olyan helységbe, ami nagyon erősen van szigetelve, és mi történik. Hát nagyon komoly problémák történtek, ugyanis kialakult a pánikbetegség, a vérhas, és hasonló igen kellemetlen tünetek, álmatlanság is például, hogyha semmilyen nulla elektromágneses vagy elektromos mezőgenerátort nem építettek az űrhajóba, tehát hogy erősen le volt szigetelve a környezet. Ez itt a Földön is kialakítható egy nagyon jól szigetelt Faraday kalitkával, és ugyanezek a tünetek jelentkeznek állításuk szerint, tehát hogy nem feltétlenül szükséges az elektroszmog 100%-os kiszűrése. Nyilván azzal lehet foglalkozni, hogy mi van akkor, hogyha az elektroszmog miatt bekövetkezett bármilyen negatív változás, azt kezelni kell, azt meg kell oldani nyilvánvalóan, de ezek nem annyira erős, nem annyira drasztikus sugárzások, hogy annyira rettenetesen kelljen tőlük félni. Vannak kivételek nyilvánvalóan, hát mondjuk trafóállomás mellett nem feltétlenül aludnék. Tehát, hogy azért vannak én kis, illetve magas feszültségű vezetékektől is tartózkodni kéne, hogyha házakba esetleg ilyeneket beépítenek, bár ritka esetben, vagy házak fölött helyezkednek el ilyen, vagy házak környékén, telkek környékén helyezkednek el ilyen magas feszültségű vezetékek. Annak a környékére azért nem kell túl gyakran menni, mert az okozhat problémákat, de a hétköznapi berendezéseink ezért rendelkeznek ISO és egyéb más minősítésekkel, hogy hasonló, komolyabb problémákat ne okozzanak. Jó, tehát ennyi szerettem volna csak az elektroszmogról beszélni. Hogyha van bármilyen kérdésetek videó alatt, azt írjátok meg bátran.
gyártót is meg fogom kérdezni, hogyha valami olyan kérdésetek van, akkor biztos, hogy szívesen válaszol. Akkor most az ISP-s térre egy picit áttérnék. Tehát az ISP-s tér az a tér, amin keresztül pránának, akasának, akárminek lehet ezt hívni, lehet a biológiai szervezetekre is hatni. És rengetegen félnek ettől is, hogy mi van akkor, hogyha engem távolról negatív vagy pozitív érzelemmel, vagy akármi mással befolyásolnak. Ez lehetséges. Hogyan lehet ennek a hatását kiszűrni, megszüntetni? Ennek a hatását kiszűrni, megszüntetni nagyjából lehetetlen, csökkenteni lehetséges. Csökkenteni úgy lehetséges, hogy például a torziós mezős tekercsekre kell helyezni spike-okat. Egyébként ilyen rádióamatőrök is tudnak ilyet építeni, ilyen eszközöket. Tehát az volna a lényeg, hogy olyan elektrostatikus mezőt, mondjuk azt, hogy dinamikusan változó elektrostatikus mezőt hozzanak létre, ami több irányba kisugároz, tehát egy fraktálszerűen a térbe kisugározza az elektronokat. Ez úgy lehetséges, hogy technikailag a misin vagy Gardiajev készülékének a tekercsére, tehát az elektromágneses tekercsre rakunk rá egy kis szilikonlapot, amin vannak tüskék. Ezek a tüskék pedig elektromos jelet sugároznak ki, elektromos nem jelet, hanem elektromos teret sugároznak ki önmagukból. A nagyon komolynak mondható műszerekkel meg lehet mérni azt, hogy körülbelül 3 méteres térben tudja ezt a jelet a tekercs 22 centis kisugározni. További is csak ott már nagy a szóródás. Tehát azt lehet mondani, hogy egy burkot képez 3 méteren belül, és ebben a burokban nem lehet azt mondani, hogy ki van zárva az ISP-s tevékenység, azt lehet mondani, hogy erősen korlátozó van, erősen le van gyengítve az ISP-s tér lehetősége. Tehát magyarul, hogyha valaki meg szeretné magát védeni, vagy épít egy olyan készüléket, ami egy Tesla tekercset tartalmaz, és erre a Tesla tekercsre még további tüskéket ráhelyez, ezzel ki lehet védeni a nagyobb mértékű ISP-s tevékenységeket, egy burkot lehet vele képezni. Hogyha a teljesítményét megnöveli, akkor ez több méteres, esetleg több kilométeres távolságra is értelmezhető, csak nem legális a használata, maximum a nagyobb teljesítmény miatt. De technikailag lehetséges. Tehát így lehet az ISP-s tér ellen védekezni. Tehát itt azt tudnám mondani, hogy mondjuk orvosi rendelőben magánszemélyeknek, mik ezek, ilyen természetgyógyászoknak lehet ilyen eszközöket ajánlani, például Michelin és Gardiev készülékét is mindkettő rendelkezik egyébként ilyen tüskesorral, illetve van csak Michelin készülékéhez egyelőre olyan tekercs típus, ami önmagában erre képes. Tehát, hogy nem kell plusz tüskesort rárakni, csak ezt a tekercset rárakod, és akkor egy ilyen mezőt elő tud állítani azért, bár nem erre találták ki, tehát ők arra találták, szóval azért, mert ezzel idegrendszert lehet többek között kezelni a statikus mezővel. Tehát ugye az idegrendszerben is elektromos jelek is közlekednek, és ezeket az elektromos jeleket lehet módosítani valamilyen szinten ezekkel a statikusnak mondható elektromos mezőkkel. Hát normál esetben úgy működhetne, hogyha jobban elképzelitek, mint egy kondenzátor, mint egy kondenzátornak a két fegyverzete között lévő töltésmennyiség, annyi eltéréssel, hogy ez a térben van, illetve a speciális hullám, amit ráküldenek, színusz hullám egyébként, de speciális színusz hullám, ez a töltés mennyiség, ez folyamatosan változik a térben. Technikailag az így működik, tehát hogy most lehet, hogy egy hatalmas, nagy, fantasztikus dolgokat árulok el, amivel egyébként már 40 éve az oroszok rendelkeznek, tehát ők ezzel gyógyítják az embereket. De hát itt Európában ez még nem terjedt el, és remélem, hogy újdonságként hat. Van még 2 jó hírem, 3-at mutattam, tök jó, akkor legyen 3. Tehát van 3 jó hírem, jövő héten, hogyha minden jól megy, akkor elindul a webshop. A másik 2 jó hír pedig az, hogy körülbelül 3 hónap múlva meg lesz a CE minősítés is. Tehát most azért rakjuk ezt tisztába. Az EAC minősítés, az ISO minősítés
és azon kívül még van egy plusz orosz minősítés, nem jut eszembe, ezekkel mind rendelkeznek a készülékek. Tehát azt jelenti, hogy Oroszországban orvostechnikai segédeszköz és természetesen be van mérve, ki van próbálva, meg vannak a klinikai tesztek is. De Európára ez nem érvényes, mert itt Európában más szabályozások vannak. A jó hír az az, hogy 3 hónapon belül meg lesz a CE minősítés Európára is. Tehát azt jelenti, hogy cirka 740 millió ember érheti el a következő 3 hónap múlva ezeket az eszközöket. Teljesen legálisan tudják használni, úgy értem, hogy eddig is legálisan tudták használni, csak hogy a forgalmazónak ebből nem lehet utána problémája. A klinikai tesztek azok elindultak, ez körülbelül 2 hónapot vesz igénybe, további 1 hónap pedig a papírmunka és a többi, úgyhogy azt lehet mondani, hogy 3 hónap múlva meg lesz a CE minősítés. Ez volt mondjuk 2 jó hír, és akkor a 3. jó hír pedig az, hogy mindegyik eszközre, nem csak Galileo eszközére, nem csak Mishin eszközére, hanem mindegyik eszközre meg lesz a CE minősítés, mert azt látták az oroszok, hogy van értelme megcsinálni a készülékre, mondjuk Mishinére vagy Galileo-ére, de hát akkor már miért ne csinálnák meg az összesre. Tehát, hogy ez volt így a döntés részükről, amit nagyon szépen köszönök. Egyébként én indítottam ezt a folyamatot, tehát azt mondták, hogy csak miattam csinálják meg mondjuk Mishin vagy Galileo készülékére a CE minősítést. Hát amit meglepődtem egyébként, mert tényleg tehát más nem foglalkozott ilyen szinten ezekkel a készülékekkel, meg velük sem egyébként. De miután látták, hogy mekkora lehetőség van benne, így megcsinálják az összesre. Már csak azért sem, hogy senkinek ne legyen belőle probléma, és többet értékesít tudjanak belőle, valamint több ember lehessen vele meggyógyítani. Tehát ugye ez volna a végső cél. Mert hogy most milyen eszközzel csináljuk, ugye dr. Csibi Zalánnal csináltam az interjút, erről beszélgettünk, hogy igazából mindegy, milyen eszközt választunk ki, hogyha a cél az az, hogy az emberek jobban érezzék magukat, jobban legyenek, elmúljanak azok a problémák, amikkel már régóta küszködnek. Nem azt mondom, hogy feltétlenül egy eszköz használata az megold minden létező problémát, mert szerintem ilyen nem hiszem, hogy van. Tudom, most az eszközök ellen beszélek, tehát most én a Hilli ellen beszélek, meg a nem tudom én, nem. Nem, csak hogyha logikusan átgondoljátok a dolgot, akkor nem lehet azt mondani, hogy egy valaminek a használata az megoldja az összes problémát. Nem hiszem, hogy ilyen létezik. Egy-egy problémára persze specifikusan, oké, rendben van, tehát mint egy fáj valakinek a feje, keze, lába, nem tudom, megoldhatja, de lehet, hogy ez visszatér később. Tehát itt az embernek is kell változtatnia a dolgokon, nem elég az, hogy egy-egy készüléket használ. De ennyi lett volna csak ez a videó szerintem. Tehát akkor elmeséltem azt, hogy az elektroszmog ellen hogyan lehet védekezni. Tehát Megint én nem akarok így a gyártók ellen beszélgetni, mert tudom, hogy elég nagy pénzek vannak ebben, hogy különböző termékeket ajánlanak elektroszmog ellen, de én ezt nem úgy mondanám, hogy az elektroszmog ellen ajánlják, mert az elektroszmogot csak fizikai, csak feledékalitkával lehet kivédeni. Inkább úgy mondanám, hogy az elektroszmog utólagos hatását lehet csökkenteni, tehát hogyha már valami probléma van, különböző készítményekkel és eszközökkel valószínűleg igen, de előre egy védelmet nyújtani nem lehet. Tehát hogyha azt mondod, hogy te magas feszültségű áramokkal dolgozol, mert mondjuk villanyszerelő vagy ilyesmi, akkor, és beszedsz egy tablettát, nem fogja elmúlni, Nem tudja lecsökkenteni mondjuk a hatását az elektroszmognak, semmilyen tabletta meg ilyesmi, jó? Tehát azért ezzel nagyjából legyetek tisztában. Tehát ennyi. Ennyi ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt is. Iratkozzatok fel, ha még ezt nem tettétek meg. Lassan itt leszünk 6000-en egyébként. Hihetetlen. Köszönöm szépen nektek. Ja, és dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett a videó. Elszedtem volna ezeket a dolgokat magyarázni, hogy nincsen benne semmilyen hókusz-pókusz, csak valahogy egy kicsit logikusan át kéne az egészet gondolni. Na, oké, ennyi, köszi, sziasztok!